Különleges táncelőadásban volt része annak, aki ellátogatott a Visegrádi királyi palotába a Trigatu klasszikus és fúziós indiai táncsoport műsorára, amelynek tagjai a szabadtéri színpadon léptek fel és teltház előtt tartották meg látványos produkciójukat. A Trigatu indiai táncegyüttes és műhely 2013-ban jött létre, Cserepes Panni alapításával. A hagyományos és kortárs táncos darabokat maga az alapító koreografálja, de ő maga is fellép az előadásokon Dubák Anna, Éliás Anna és Maj Adél társaságában. Jelenleg Indiában 7 klasszikus táncstílust különböztetnek meg. A Bharatanatyam a stílusok közül India legősibb és legjobban nyomon követhető táncstílusa. Eredete egyrészt egyfajta táncdráma, melynek nyomai a dél-indiai népi színjátszásban is megvannak, másrészt szakrális templomi női tánc. A darabok között vannak mitológiai ihletésűek és teljesen világi témájúak is, magyarázta Cserepes Panni táncművész. Hindu mitológiára épülnek a táncok, a klasszikus táncoknak a mesélős része, tehát amit kézjelekkel is elmesél a táncos. Ugye van a tiszta tánc rész, aminek nincs különösebb jelentése, csak virtuóz lábtechnika, illetve kézmozgások, fej és szem mozgások. És van az a része, amiben kézjelek vannak, és ezek a kézjeleknek konkrét jelentéstartalma van, amikkel el lehet mesélni gyakorlatilag bármilyen történetet. Klasszikus táncokban ezek ilyen mitológiai ihletésűek, de hogyha bármit lehet belőle készíteni, tehát mai mondani valót is el lehet vele mesélni. Az előadás minden etapja nagy sikert aratott a nézők körében, de talán a rendkívül látványos ezerkész típusú táncbetét volt a legnépszerűbb. A Thousand Hand Bodhisattva tánc eredetileg Kínából származik, és a megvilágosodás és könyörületesség szimbóluma. A táncosok szinkronban mozgatják a karjaikat, és a kezekre hatalmas szemeket rajzolnak, amelyeken keresztül a bölcs Buddha mindent lát a világban. A hindu mitológia egyik legismertebb alakja, Shiva is megjelent a repertoárban. Az ámulatba ejtő mozgássort különböző kellékekkel, kardokkal és széles sejemcsíkokkal adták elő, ráadásul a modern Prodigy együttes intenzív zenéjére. Az est folyamán klasszikus dél-indiai Bharatanatyam és saját koreográfiákra épülő fúziós táncösszeállítást láthattak az érdeklődők modern indiai ihletésű zenékre. Az első tánc a bevezető úgynevezett tiszta tánc volt, amely során a táncos virágként felajánlja magát az isteneknek. Az előadás klasszikus részében a csoport autentikus dél-indiai táncokat mutatott be, bepillantást nyújtva a nézőknek India művészeti és munda világába. A lenyűgöző mozdulatok mellett ugyanolyan jelentősége volt a színpompás kosztümöknek, amelyek autentikussá tették a táncbetéteket. Van egy kortárs színházi darabunk is, ami Siddhartáról szól, aminek vannak jelmezei és mindenféle öltözetei, de ez most, ez a mai este, ez egy ilyen fúziós egyveleg volt mindenféle táncokból.
ez egy klasszikus Bharatanatya kosztüm, és volt még egy ilyen rajasztáni stílusú, tehát ilyen néptánc, indiai néptáncos öltözett szoknya, kendő, az egy ilyen eklektikusabb darab volt. A nézők így láthattak tradicionálisabb néptáncot, de dinamikusabb és modernebb fúziós mozdulatsorok ihlette koreográfiát is, amely az európai közönség számára érthetőbb formában jeleníti meg az indiai kultúrát. Az ima a Shivához táncbetéthez a kézjelekről és a mozdulatokról is kaptak magyarázatot a nézők. Kinek beszéde az egész világ hangjai. Akinek díszei a hold és a csillagok. Meghajlok előtted, Szent Shiva. A távol-keleti kultúrák felfedezéséhez, az indiai táncművészet tanításához igazi elhivatottság és szenvedély kell. Ebből a szenvedélyből bontakozik ki a trigátus stílus, mely további mozgás és táncformákkal, harcművészeti mozdulatokkal, hastánccal és európai modern tánc stílusokkal kombinálja a tradicionális műfajt. Cserepes Panni elmondta, hogy az indiai kultúra a tánc iránti szeretete már gyermekkorában kialakult. Gyerekkorom óta tanulok Bharatanatyamot, az egyik legrégebbi indiai tánc stílust, illetve még mindenféle más indiai tánc stílusokat is. És először így az érdekelt, hogy hogyan tudnék alkotni ezekkel a táncokkal, különböző koreográfiákat készíteni belőlük. Aztán már a tanítás is érdekes volt, és akkor hát így. Az indiai tánc nem csak a felnőtteknek szól, sőt, Panni a gyerekeknek is tanít. A tánccsoport új projektre készül, az indiai mitológia másik nagy ősi szanszkrit epikus művéből. Most készülünk egy darabot csinálni a Rámajána nevű eposzból, ugyancsak egy indiai klasszikus mű, ebből is egy ilyen színházi, táncszínházi darabot, ami inkább azért tehát könnyedebb egyel, mint a Siddhartha, nem annyira elvont, tehát jobban gyerekeknek is, vagy idősebbeknek is befogadható, mert a Siddhartha az egy picit komolyra sikerült, meg progresszívre is egyúttal. A visegrádi táncelőadás hatalmas sikert aratott a közönségnél, akik vastapssal jutalmazták az exkluzív és egzotikus műsort. Aki pedig kedvet kapott a gyönyörű indiai tánc gyakorlásához, az megteheti a Trigátú Tánc és Mozgás Stúdióban, ahol szeretettel várják a táncos lábú jelentkezőket.